Disznós Imrét, a Harcművészeti Központ szakmai vezetőjét kérdeztük arról, hogy milyen oktatás folyik a központban. Mint megtudtuk, az Eszkrima, más néven Kali Arnis, a Fülöp-szigetekről származó önvédelmi rendszer, melyet a 21. század leghatékonyabb eszközös és pusztakezes harcművészetének tartanak az egész világon. Amellett, hogy a dél-kelet-ázsiai kommandósok kiképzési anyagában szerepel, testi képességektől függetlenül felkészít bárkit arra, hogy veszélyhelyzetben megvédje magát és szeretteit. A harcművészeti központban három rendszert oktatunk, az egyik az Eszkrima, a másik a Medibol, és a harmadik pedig a Zsineng Csikung. Ezek gyakorlatilag picit különbözőek, de mégis összefüggnek egymással. Az Eszkrima az gyakorlatilag egy fülöpszigeteki harcművészet, önvédelmi rendszer és küzdősport egyben. A Medibol az pedig egy kínai harcművészet, az úgynevezett Tai Chi Chuan alapjaira épülő labdajáték. Tehát aki annyira harcművészetet nem akarja űzni, viszont mégis mozogni szeretne, de inkább játékosabb formában, annak azt ajánlom, hiszen maga a Tai Chi-nak a mozgás kultúrája szintén benne van ebben a labdajátékban, illetve a Zsineng Csikung, ami egy gyógyító rendszer, de természetesen harcművészek is előszeretettel gyakorolják, hiszen nagyon jó képességeket fejleszt. Először azok jönnek le, akik az önvédelmet szeretnék tanulni, de utána, ahogy egyre jobban elmélyedünk magában az önvédelemnek az elméletében és gyakorlatában, megértik azt, hogy igazából a mozgáskultúrájukat is fejleszteni kell. Tehát nem elég az, hogy egy-két fogást tanul az ember, igazából, hogyha jól mozog, akkor már sokkal nagyobb az esélye, hogy meg tudja magát védeni. És igazából az eszkrima az a mozgáskultúrát fejleszti nagyon-nagyon hatékonyan. Igazából utána, ami motiválja az embereket az, hogy egyre ügyesebbek legyenek, illetve a közösség. Szerencsére itt Karcagon egy nagyon jó közösség alakult ki, tehát családias a hangulat, igazából baráti az edzéseknek a légköre. Tehát egy idő után már ez is nagyon-nagyon motiválja az embereket, hogy jöjjenek, találkozzanak a régi arcokkal, és újra együtt edzhessenek. Ahogy az elnök mondta, hatékony önvédelem, harcművészet és küzdősport. Az eszkrimában a gyakorló és az önfejlesztés, egészségmegőrzés, stresszoldás áll a középpontban. A veszélyes helyzetek elkerülését hangsúlyozzák, de amikor nincsen más megoldás, teljes tudásukkal védik meg magukat és szeretteiket. Vannak rendszeres edzéseink, illetve szemináriumok, illetve most is zajlanak a gyerektáborok. Jelentkeznek óvodáskorú gyerekek az óvis csoportjainkba, vannak iskolás csoportjaink az 7-től 14 éves korig, és 14 éves kor fölött pedig a felnőtt csoportokban zajlanak az edzések. Gyakorlatilag eszkrima edzéseink mind óvis, mind gyerek, mind pedig felnőtt csoportokban zajlanak. A Medibol edzések jelen pillanatban iskolás, illetve felnőtt csoportokban, illetve a Zsineng Csikung az inkább felnőtteknek ajánlott. Mint megtudtuk, manapság világszerte elterjedt versenysporttá vált az eszkrima. A mérkőzések nagyon kemények, pörgősek és látványosak. Meglepő, már itt mögöttem inkább most ebben a táborban fiúk vannak, de sok lány is jár hozzánk, hiszen tehát az önvédelem ugye náluk is egyre népszerűbb, hiszen meg kell védeniük magukat, sajnos hallani ilyen híreket, és jó, hogyha már gyerekkorban elkezdik, viszont van, aki felnőtt korban kezdi el, és az a jó hírem, hogy gyakorlatilag nagyon könnyen tanulható az eszkrima. Igazából nem csak puszta kezet oktatunk, hanem eszközöket is már a kezdetektől kezdve, így egy gyöngébb gyermek vagy egy nő is könnyebben meg tudja magát védeni, hogyha valamilyen eszközt éppen felkap, legyen az akár egy női táska, egy kulcsomó, egy faág, de bármi. Hogyha nincs a kézen semmi, akkor természetesen ott a puszta kéz, de gyakorlatilag úgy épül fel maga a rendszer, hogy ezek az eszközök egymásra épülnek, tehát hogyha egyikkel már megtanult egy technikát, nagyon könnyen átültetheti a másikra. Így aztán a hölgyek körében is nagyon nagy népszerűségre tett szert ez a rendszer. Mint Disznós Imre elnök elmondta, kortól és nemtől függetlenül bárki elkezdheti ezt a sportot, és a BHG soron hétköznapokon várják termükben a vállalkozó kedvű jelentkezőket.